A Motorshow egy robogós rovat támogatója a robogomagazin.hu oldal, ahol folyamatosan frissül a robogós, bringás és Simpson rovat. Szólj hozzá te is! A robogomagazin.hu webshopjához 2000 négyzetméteres, több mint 10 000 terméket tartalmazó raktárkészlet biztosítja a folyamatos termékellátást országos viszonteladói rendszerrel. Robogomagazin.hu, legalább 2 kerékkel több! Startolj rá a Suzuki nyár elejé ajánlataira! GSX-R 600 K9 2.548.000 forint, GSR 600 K9 1.898.000 forint. Próbáld ki te is a Suzuki új motor tesztpalettáját! Bandit, GSR, GSX-R és minden más, ami Suzuki. Suzuki Way of Life. Megérkezett az új Honda CBR család. Fiatalabbaknak a CBR 125R és a CBR 250R. Tapasztaltabbaknak a CBR 600R. További információk a hivatalos Honda motorkerékpár kereskedésekben és a motor.honda.hu weboldalon. 0-ról 100-ra 3 másodperc alatt Ariel Aton tesztvezetés. MOL 10V40 motorolaj most akcióban, az 1 literes most 3600 forint helyett 1400 forintért. www.motorshow1.hu. Lepje meg üzleti partnereit, szeretteit, vagy vezesse ön szupersportautóinkat. Ariel Atom 300 lóerő, Porsche 911 Carrera 300 lóerő, vezest.hu. A Motorshow egy tartós tesztmotorjáról, a K9 Suzuki GSX-R 1000-ről. 2009 májusában kaptuk meg ezt a gépet, és beleraktunk 8000 kilométert versenypályán, közúton, egy keréken, két keréken. Tavaly sikerült megszerezni ezzel a motorral a 2010-es Suzuki GSX-R klubkupa bajnoki címet. Az idei év is különleges volt a GSX-R történetében, ugyanis odaadtuk egy csomó olyan motorosnak, akik ellátogattak a Motorshow egy forgatásra. Ideges típus vagy? Nem. Meg kell mondjam, nem volt olyan, akinek ne tetszett volna a GSX-R ezresünk. Hát persze, mert nem utcai a verzió, a futómű bekeményítve pályára, ilyet nagyon nem érez utcai motoros. Azt kell mondjam, jól sikerültek ezek a tesztek, ezek a próbák, ugyanis minden motoros elégedett volt. Hát persze, egy igazi kőkemény versenygép, futóműben, fékben, áttételezésben, motorblokkban, elektronikában és mindenben. Az utolsó szereplése lesz a Suzuki GSX-R 1000 K9-nek itt a Motorshow 1-ben, ugyanis visszaadjuk a gépet, lejárt az idő. Ilyen sokáig még nem volt nálunk Suzuki tartós tesztmotor, 2009, 2010, 2011, és ami még nem volt, és mi is nagyon kíváncsiak vagyunk rá, vajon milyen gyorsulási adatai vannak a Suzuki GSX-R 1000 K9 tartós tesztmotorunknak, és mennyi a vége? Az idejében több mint 30 motor gyorsulását és végsebességét néztük meg, kivéve egyet, a sajátunkét, a Suzuki GSX-R 1000 K9 tartós tesztmotorunkat, de most az utolsó motor egyben erre is sort kerítettünk, a gyorsulása ennek a motornak 0-ról 200-ra. Elverte az összes tesztelt eddigi motort, 7,6 alatt gyorsul, 0-ról 200-ra, a végsebességben is győzött, a vége 285 km/h. Ezzel ez a motor a 2011-es leggyorsabb Motorshow egy tesztmotor. Amíg ezt írogat, készüljetek föl, mert jön a Motorshow egy történetének legdurvább, leghangosabb, leggyorsabb, legzorabb, legfélelmetesebb motorja, amit nem próbálhat ki bárki. Mi lehetőséget kaptunk erre, mindössze 2 menetre. Tartsatok velünk!
El tudok fel úgy indulni, hogy gurulásból, hogy mit beteszem egyesbe, kettes, és akkor úgy húzom, őszinte megmondom, hogy fosok tőle. Én az erdősét, amikor próbáltam meg az orgoványét, akkor meggurítottuk egyes, kettes, elhúztam, de az, hogy állóhelyben induljak ezzel, azért azt meredek. Jó, csak akkor fog indulni, hogyha lestifteled rendesen. Hát köszi. Negyed, három, négy gázzal nem indul el, tehát onnantól ezzel nincs is, nem értem az egész. De akkor hogy indulok el? Tehát... Hát ott tök egyszerű. Esküszöm meg, hogy tegnap este azon gondolkodtam, hogy én most utolsó, ideim utolsó motorsó, vagy életem utolsó motorsó. Most hullak komolyan. Ha megcsinálják a szövegelést most, jó, hogy legalább az legyen meg, hogyha a motor kinyírom. A meglepetés megérkezett, amiről meséltem nektek a műsor elején, hogy lesz itt egy giga brutál metálgép. Szia Szabi, Borcsai Szabi versenygépe. Mutasd be nekünk a gépet, mit kell róla tudni, milyen blokk ez, milyen gép, milyen építés, mi ez az egész sztori, mert dragbike-ot sokan láttak már Kumadrason itt ott a versenyeken, de azért az, hogy közelről milyen kis apró darabokból áll, azt érdez a kevesek. Tehát ez egy acél csőváz, ami Olaszországon készült. A kerekek azok a Performance Machine-nál Amerikában, a hátsó az 10 col széles, ugye ezen van ez a Mickey Thompson 10 col-os dragster gumi. A blokk az egy Suzuki GSX 1100-as alapra épült, egy falikon főtengelyel. Ez ilyen halálrégi blokk? A halálrégi blokk, tehát azért, mert ez még tűgörgős, és ennek a csapágyazása, a hajtókat csapágyazása elég jól bírja a terhelést. Hát ugye a szériában 90 lóerős blokk az így szívóba föl van húzva olyan 200-ra körülbelül, és még egy olyan 100 lóerő minitró van rajta. Én még agyban nem döntöttem el ezt a történetet, komolyan mondom nektek, hogy azért ez egy parás sztori, hogy azonnal itt én nitrózzak vagy ne nitrózzak. Nem lehet olyat, hogy én kipróbálom ezt nitró nélkül, hogy mégis érezzem mondjuk 200 lóval, ott talán annyira nem ijedek meg, mert azért egy rajtolást azért láttam sokszor az ilyen versenyeken, hogy nagyon nagy kemény koncentrációt és tudást igényel az, hogy egy ilyen gépet. Itt konkrétan el kell dobni a kuplungot, nem? Teli gázon. Így van, így van. Hát köszönöm. De hát szerintem meg tudod csinálni, nem olyan nagy gáz az. Milyen legjobb eredményeket értél el vele sebesség, illetve idő tekintetében? Hát ezzel a motorral tényleg sajnos csak szenvedés volt két éven keresztül. És hát nem tudom, vagy elátkozta valaki, utána gondolkoztam, hogy elviszem egy ilyen roma asszonyságnak, hogy levegye róla a rontást, mert teszten tökéletesen működött, ott ilyen 7 heteket mértünk, aztán rá egy hétre a versenyen meg megint elkezdett valami szarakodni. Az mit jelent egyébként így motoros nyelven, hogy a 7,7-at milyen tempóra gyorsulsz? Hát az ilyen 2,70 körül nagyságrendileg valami ilyesmi. Én nem akarok addig. Tehát ez mennyi a gyorsul 100-ra? Hát olyan 1,1-1,2 körül. Azt mondja, nem nagy cucc. Uh-huh. Kipróbáltad amúgy úgy, hogy gurulás közben is, de szerintem... Én először úgy szeretném, jó, hogy először egy nitró nélkül így meggurítom, hogy egyszerűen érezzem azt, hogy mi történik az ilyen kockagumival. Nem mentem még motoron. Először csak egy ilyen nagyon kis tesztpróba, eddig mindennek, mint a vadállat, vadbarom el szoktam küldeni. Ennek nem merem, és azt felvállalom, hogy én ezt nem merem megcsinálni egy elsőre. De először is úgy kezdődik a dolog, hogy egy külső önindítóval indítjuk be a motort. Hogyha a motor beindult, akkor te behúzod a kuplungot, én berakom neked második sebességi fokozatba, ami fölfelé van. Utána te megcsinálod a burnoutot, ugyanis ezzel a gumival nem lehet burnout nélkül elindulni. Tehát ha nincs megmelegítve a gumi, akkor csak forog alatta a kerék, és leég a kuplung is, meg a gumi is. Tehát mindenképp meg kell melegíteni a gumit. Az úgy néz ki, hogy a két lábad amennyire tudod előre rakod, és kitámaszt a seggeddel, már elnézést, a hátsóddal nekitámaszkodsz az idom hátuljának, kettesbe, és egyszerűen kettesbe eldobod a kuplungot, húzod nyilván az első féket, és elkezded forgatni a kereket. Amikor mutatom, hogy elég, akkor utána csak a kuplungot behúzod, és nyilván elengeded a féket, tehát ez szerintem ez még nem olyan nagy sztori. Utána én berakom neked egyes sebességi fokozatba, úgyhogy a kuplung végbe van húzva. És hogyha minden rendben van, akkor utána még a másik gombbal élesítem a nitrót neked, amire elindul a nitrónak a külön benzinpumpája, amit most hallottál, és annyi, hogy kiveszem ezt a biztosítékot, hogy tudjál váltani ezzel a piros gombbal, és utána már csak lesipteled a gázt, kidobod a kuplungot, és amikor jön a váltófény, akkor nyomod a gombot. Nem vagyok nyugodt, az előbb a Szabi elkezdte elindítani azt a fenevadat, és már a hangja megrettent. Nem lehet, hogy túlparázom ezt az egészet, de az egy félmetes érzés, egy ilyen a tudat, hogy nekem ezt el kell küldeni. Az a jó érzés, hogy az ember motoron ül, az úgy átjár, hogy ez most egy jó élmény lesz. Az a félmetes benne, hogy még mindig nem tudom felfogni, mi fog történni.
Még úgy is, hogy tudom azt, hogy most light-os lesz, és egy gurulásban fogom meggyorsítani, de azért az a hátsó gumi, az a, ránézve úgy bennem nem kelt nagy bizalmat. Hát pedig megy az egyenesen, az mondjuk fontos is, hogy egyenesen is állj be. Szólj meg! Úgy éreztem, hogy a harmadik, negyedik sebességfokozat, ami először tudatos, hogy addig mi volt, mit tudom én, hátba kiengedtem a kuplungot. És akkor ez még csak a szívó verzió. Tehát semmi. Atya úristen, mi lesz ez? Meg hát ezt elrajtolni? Jaj! Na, egy megvan. Na, tehát figyelj csak, nitro, az csak akkor indul el, hogyha le van stiftel, hogyha ez a mikro kapcsol a végén be. Melindul. Tehát így van, így még jobban fog járni. Így, ülj, és így. Amikor kinyomom, teljesen végsebes vagy izére kitekenem a gázt, akkor mennyi ideig tartsam? Nagyon rövid ideig, nem? Egy másodperc, és csak így agyom ki a kuplungot. Érzés. Ilyen adrenalin bombát én mostában nem éltem át semmit, tehát a kezeim remegnek, meg minden, meg sűrűn kapkodom a levegőt. Nem lehet gondolkodni ezen, ezt tényleg nem lehet végig gondolni, ezt, hogy indul egy ilyen masina, hogy én csak azt hallottam, hogy teligáz, és engedd el, és elengedtem, és elmondhatatlan érzés az, hogy a tolás akkor, hogy rémlik, hogy elment kicsit jobbra, és hogy villantót is kéne figyelni. Hú, építs egy ilyen gépet, és add bérbe. Az ötlet ingyen a tiéd. Ugyanis Szabi gondolkodik egy ilyenen, hogy ezt a motort bárki kipróbálhatja. Ugyanígy teligázon, stifttel, hogy és mikor és hogy kerül erre sor, és milyen módon lehet ezt a motort kipróbálni, keresétek Borsai Szabit, és megtudjátok. Szabi, mi nem keresünk többet, nekünk ez elég volt. Köszönöm szépen. Ilyen nyereményjátékunk még nem volt, hatalmas, nagy a nyeremény. Látogassatok el a robogomagazin.hu-ra, és ha jól válaszoltok arra a kérdésre, hogy ez a Gilera GP hány köpcent is, akkor a helyes beküldők között ki fogjuk sorsolni ezt a next bukós isakot. Robogomagazin.hu, várjuk a megfejtéseket! A Motorshow egy idei utolsó adását láttátok. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok az idei évben, mint ahogy az elmúlt 9-ben is. Remélem, hogy 2012 tavasszal ismét találkozunk itt a képernyők előtt. Nagyon köszönöm azoknak, akik eljöttek a forgatásra és emelték a műsor fényét, és egy csomót segítettek azért, hogy létrejöhessen a Motorshow egy. Azoknak is köszönet, akik a Facebookon bejelöltek és csetelgettünk. Télen ugyanígy megtaláltok Fodor Donát Facebook jelöljetekbe és csetelünk, és köszi szépen azoknak is, akik látogatták a weboldalt. 2012-ben találkozunk. Sziasztok, ciao! We'll be right back.